Érdekes téma, hogyan terveznek a pénzügyi élet 2023-ban? Itt van lassan az év vége, úgyhogy ideje, hogy lassan itt karácsony közeletében megtervezte is a pénzügyi élet 2023-ban, de hogy hogyan tud ezt a leghatékonyabban elmondani, ezt röviden összefoglalom ebben a videóban, amit azonnal akár már tudsz alkalmazni. Remélem, hogy jó az új kamera. Csináltam egy ilyen rövid short videót arról, hogy vettem egy új telefont, lecseréltem a iPhone-t, és vettem egy másik iPhone-t, ezt a S-t. Szintén akkor a tárhely van, viszont így processzorban, gyorsaságban sokkal jobb, és a kamerája is egy picit elméletileg jobb minőségű. Aztán jövőre akarok majd beruházni egy Canon kamerára, amit már kinéztem magamnak, és azzal meg aztán tényleg sokkal profibbak lesznek majd a adások, úgyhogy nézzük is. Mindig azt kell tisztázni, hogyha te például tervezel valamit, akkor hogy mi a célod vele, és mindig érdemes hosszú, meg rövid távon is gondolkozni. Én mindig azt szoktam javasolni, meg az egy számomra is ezt alkalmazom, hogy mindig előre egy évre megtervezem a rövid távú célokat, azokra koncentrálok, viszont tudom azt, hogy 10 év múlva, akár vagyoni helyzetileg is, hogy hol akarok eljutni, és ez nagyon fontos az, hogy ezeket a számokat, ezeket tudjam, viszont nem kell hozzá megterveznem azt, hogy még mi lesz 4 év múlva, 5 év hogy fogom azt a pénzt elérni, mert addig sok más fejlődésen fog keresztül menni, sok új lehetőség lesz az életemben. Viszont ami nagyon fontos, hogy azt a következő egy évet azt már előre látod, és ezt mindig jól meg tudod tervezni. Én nagyon egyszerűen úgy szoktam megtervezni pénzügyeket, hogy kitűzem, mennyi a mekkora árbevételt akarok, mindig nettó árbevételt szoktam nézni, és akkor az alapján vissza tudom mondani, hogy akkor abból mennyi a profit százalék, és akkor abból mennyi profitot tudunk realizálni, és az a lényeg, hogy akkor kitűzem, mennyit akarok 2023-ba, azt elosztam mindig 12-vel, és akkor pontosan sose lesz úgy, hogy akkor milyen hónapban ugyanannyi, természetesen egyszer annyi, aztán szépen így igazodik, de az arra van, hogy akkor tudod mihez tartani magad, tudod, hogy ennyit akarsz, akkor havonta ennyit kell megcsinálni, és azt kell kitalálni, hogy ezt hogyan tudod megcsinálni. Lehet egyik hónapban több összejön, lehet akkor egyik hónapban kevesebb, viszont ha tartod a célt és kitűzöl, mindig fontos, hogy egy nagyobb célt tűzzék ki. Szóval én is, amit kitűztem idén, annak a kitűztem mennyit ilyen 1,5 millió eurót tűztem ki célnak 2022-re, és ilyen 170 000 euró jött össze. Gondolhatod azt, hogy miért tűztem ki ekkorát, vagy bármennyiébb. Ja, de a 2021-es árbevétel ilyen 60 vagy 65 ezer euró volt a egyéni vállalkozásommal kapcsolatban is, mert ugye már az a számokban azt nem lássátok, mivel azt külön van, hogy a két cégre szoktunk számlázni, de most már főleg csak a SRO-ra, csak a cégre, és ezáltal tavaly ilyen 60-65 ezer euró volt. Viszont 2022-ben ilyen durván ilyen 170 ezer környékén fogunk majd megállni, és majd ott még le kell számolni pár dolgot, de kb. Ilyen 170 ezer euró környékén vagyunk, és nem értem el a 1,5 millió eurót, oké, okay, de sokkal többet értem el, mint ha kitűztem volna, nem tudom, akkor kitűztem volna, hát 120 ezeret kitűzök. Ja, akkor lehet, hogy csak 100-at csináltunk volna, mert mindig nagyobbat kell kitűzni, jóval nagyobbat, ami úgy még nem is tudom nagyon, hogy fogom megcsinálni, azt már még messze vagy a kettőt egymás, vagy a 60 ezer, meg a 1,5 millió az ott van, de el fogod érni, és jövőre, amúgy nem a titok, jövőre megint 1,5 milliót fogok kitűzni, ez a cél, és akkor megvan az, hogy abból mennyi a profit arány, azt mire akarom, mire fogom azt a pénzt befektetni például, és akkor ezek megvannak, mert nem költöm el hülyeségekre, szóval azt a pénzt, azt a nyereséget, azt mire fogom befektetni, ez nagyon, nagyon fontos, és aztán ezáltal, hogy ez így teljesen jól megvan, akkor visszatudom azt a egy évet, elosztom 12-től, tudom, hogy mihez kell hozzá tartani, és akkor kitom számon egy hónapban, akkor kell ennyi és ennyi bevétel, akkor lényegében vissza tudom osztani, akkor oké, de ahol mennyi az átlag eladásunk, oké, ehhez mennyi leadre van szükség, hogy például minden ötödik emberrel kötök egy üzletet, vagy minden negyedikkel, akkor tudom azt, hogy oké, ehhez mennyi lead kell. Ugye vannak olyan leadek, akik nem jelennek, meg minden egyéb, vannak ilyenek, akkor bele kell számolni, és akkor hogy jön ki az a rész, hogy akkor hogy fog kijönni ez a úgymond például az a 1,5 millió, ugye már
mennyi leadet kell ehhez egyáltalán hoznom, és az havi szinten mennyi, az havi, ahhoz mennyi marketing költséget kell költenem, honnan fognak bejönni marketing szempontjából, Facebookról, LinkedInről, hideghívásokból, hideg e-mailekből, ajánlásokból, honnan fognak bejönni ezek a leadek, ezeket hogy tudok tenni, a kollégákat hogyan tudom kiképezni, hogy ezek a számok, ezek tudják hozni ezt a 20-30-40%-os lezárási arányt, és itt tovább, és itt tovább, hogy tudunk hatékonyabbak lenni, hogy minél kevesebb fals lead legyen, és csak a célcsoportra tárgyalni, és itt tovább. Szóval ezeket mi végig kell menni ezeken a folyamatokon. Az a lényeg az egésznek, hogy ha te kitűzöd számokba, hogy mit akarsz, akkor vissza tudod bontani az egészet, és akkor nagyon egyszerű. Szóval ezt mindenki saját üzletére át tudja húzni. Nagyon röviden azt akartam megmutatni azt, hogy mindig a sokkal nagyobbat tűzzék ki, amit el tudsz te képzelni jelenleg árbevételnek. Én el tudok képzelni egy jövőre amúgy egy ilyen 500 ezer eurót, viszont én nem 500 ezerre fogok kitűzni, hanem másfél milliót fogok kitűzni, már sokkal nagyobbat ezáltal el tudok érni, már sokkal kitágul a gondolkozásom. Szóval mindig ezt tűzzék ki, és sokkal nagyobbat. Ez például a Grant Cardone-nak a könyvében ez a 10x, ez egy fontos, jó, ebben az esetben akkor 5 milliót kéne kitűznem, ugye? Viszont ez a másfél millió az már tényleg így is a realitáson, úgymond ebben az esetben jelenlegi cégünkhöz képest túl van, viszont az már nagyon szép eredmény szolgáltató cégként. Másfél millió az olyan, mint gyártó cégként megcsinálni 15-16 millió eurós éves forgalmat. Szolgáltató cégként ez egy nagyon nagy szó, az a másfél millió. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly eredményt akar már. És úgyhogy ahhoz, meg ahhoz kb. Már ilyen 50 ember is kell, hogy az meg legyen. Úgyhogy mind alvállalkozó persze. Úgyhogy ez így néz ki, úgyhogy ez alapján tudod megtervezni, hogy te mi az, amit te szeretnél. Írj le kérlek kommentbe, hogy neked milyen megoldás vár be, hogy te hogyan szoktam megtervezni a pénzügyedet, hogyan fogod a következő évben megtervezni. Nem kell a pontos számokat, csak az, hogy milyen metódikával fogod ezt megcsinálni. Kíváncsi vagyok rá, írj meg kommentbe, és nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó. És akkor is, hogyha már akár megtervezted a pénzügyeidet, iratkozz fel, és találkozunk a következő videóba. Sok sikert!